Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban. Fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztásról. Legalább a csengettyűt hallanám. Megtorpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé majd sörényébe markolok. Vágtába jövök. Csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakuk hangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig. Hallom. Nem hallom. Hallom. Ha eljutok addig a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy. Még három. Próféta leszek. Betegeket gyógyítok. Jézus leszek. Föltámasztom édesanyámat. Tovább. Tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne. Énekelni. Ének lenni. Nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor... ördög borda, mézes lett a mackó orra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajjat török. Nevemet a fába vésem. Szól a csengőn. Most is hallom, folyton hallom, hallom régen, hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka alkony, farkas éj, haladj tovább, fától fáig, biztasd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod. Hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőbe. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték, neved heges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovad farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, angyatej, tovább, tovább, fától fáig. Mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot pólusaira, de csak tovább, fától fáig, nincs az a film, nincs az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, Celebrité, monsieur, de Lester Rösing, mein Herr, 11:30, bolond mind a kettő, tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, angyatej. Ecet. A fától fáig egy kicsit messzinek tűnik nekem, egy messzi világnak, de nem is biztos, hogy csak a fától fáig, hanem igazából Kányádi maga. És nem tudom, hogy baj-e, hogy én ezt érzem. De nem úgy érzem ezt, hogy nem érzem magamhoz közel a verseket, csak érzek benne egy ilyen kis eltartást.
Mármint, ez érdekes, amit mondasz, lehet messze, miért ne lehetne, ahogy a gyerek fától fáig jut el, a fától az erdőig eljutni, vagy az erdőtől a tisztásig eljutni is nagyon nagy távolságot jelenthet egy gyerek számára, egy felnőtt számára éppen úgy. Érdekes, nekem nem, tehát nekem ez a vers, ez nagyon, nagyon olyan, mint amikor a gyermeki félelemben is, tehát a gyermeki félelem közepet is meg tudjuk őrizni azt a fajta hitünket, hogy valamit megtalálunk az életben. Az mindegy, hogy a játékunkat keressük, az elveszett kiskutyánkat keressük, vagy keressük az életünk nagy értelmét, ami majd felnőtt korban lesz. Tehát mindegy ilyen szempontból, de az biztos, hogy a gyermek még teljesen akaratlanul is tud hinni benne. Nem kell akarni azt, hogy higgyen valamiben, hanem tud tisztán hinni bizonyos dolgokban, meg folyamatokban. A felnőtt már nem ennyire. Kányádi Sándor egyébként nagyon finoman tud fogalmazni, nagyon érzékletesek a versei. Azt mondom neked, hogy a valaki jár a fák hegyén, az milyen, hogy valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, oltja, csillagod. Ez annyira hihetetlenül finoman jelzi azt, hogy a gondviselés valahol ott van fölöttünk, hogy ezt ennél szebben szerintem nem is nagyon lehet elmondani. És a fától fáig, az pedig abban nagyon érzékletes, hogy milyen fajta lelki folyamatokat ír le az emberben az, amikor az A pontból a B pontba, a B pontból a C pontba, a C-ből a D-be, tehát magyarul a kályhától a szekrényig el tudjunk jutni, és közben rengeteg, olyan mint egy kalandjáték, rengeteg dologgal találkozunk, ami nem is tudjuk, hogy milyen lehet számunkra. Nekem van egy nagyon kedves tanítómesterem, aki hát jó 10-20 évvel ezelőtt még mellém oltott, és azóta hiszek ebben, Pregicel Fruzsi az, aki azt mondta, hogy ha valamiben az ember hisz, abban 100%-ig hinnie kell. Hogyha a jót szereti, akkor viszont soha nem szabad félni a rossztól, mert előre nem tudja azt, hogy mi a rossz és mi a jó. És akkor, hogyha a rosszat meg akarja úszni, akkor a jót is megfogja, hiszen valamitől ugye tartózkodik, és nem tudja, hogy az jó lesz-e vagy sem. És a gyerekben ez nincs benne. A gyerek az megy, és gondolkodás nélkül átgázol dolgokon, nem gátlástalanul érzelmileg vagy lelkileg igen, de nem... Nem azért, mert rosszat akar csinálni, tehát nem erkölcsileg gátlástalanul, hanem lelkileg. Tehát nincs olyan fajta fék, ami őt meggátolna ezekben a dolgokban, kivéve, hogyha a szülői parancs ezt nem engedi. De mivel itt nincsen itt a szülő, hanem megy fától fáig, lopja magát a gyermek. A félelem ugye benne van az ismeretlentől, de azt tudja, hogy el akar élni valamit, tehát odáig elmegy. Ez az erő sokkal inkább benne van, mint egy felnőtt emberben. Tehát nem lehet igazán azt, nem tudom, a vers monumentalitására, vagy a versnek a hihetetlen egy távolságének a bejárására írni azt, hogy ez egy ilyen nagyon aprólékos vers, mert nem az, hanem hatalmas nagy távolságot próbál meg igazából összefogni, és egy lelki folyamatot ábrázol. A paraszti kultúra, ahonnan érkezik Kányádi Sándor, Nagygalambfalváról, Erdélyből, Székelyudvarhely mellől, ez kifejezetten egy olyan közeg, amiben már ugye benne van az is, hogy a határon túli magyarság mennyire tudja megőrizni az identitását, a magyar mi voltát. Tehát az, hogy ő nem csak ember, hanem amellett van egy nyelvi, egy kulturális, egy hagyományos kötődése, és hogy ha van körülötte egy többség, és ő a kisebbség, akkor mennyire nyomják el, vagy mennyire asszimilálódik, mennyire fog beleolvadni mondjuk a románságba. És nekem ez egy állandó dilemma, hogy körülötte mi zajlik, hogy hogyan tűnik el a magyarság, a szórvány magyarsága területekről, és hogy sikerül-e ebből a helyzetből valamennyire kievickélnie. Mind a paraszti kultúra, mind a folklór, mind pedig a hagyomány vagy a kultúra őrzés és féltése, vagy ezeknek az elemeknek a keresése is benne van a versben, tehát nem pusztán arról szól, hogy egy gyermek hogyan találjon meg valamit, amit keres, hanem az is, hogy a gyermek még hisz benne, és a felnőttnek is hinnie kell abban, hogy az identitását, vagy azt, amit keres igazán, ami neki fontos, azt meg tudja találni. A vers menedékhely, ha elbújnánk a világ zaja elől, és helyettünk beszél, ha félünk kimondani érzéseinket. Én Luther Imre vagyok, ez pedig itt a vers helye. Iratkozz fel a csatornámra, és én kimondom, amit a vers elmond.